Ebben az esetben mindannyian rendelkezünk a tudatalattiban rejlő régi programokkal, és ezek komoly akadályokat jelenthetnek életünkben. Hogy lehet ezektől megszabadulni? Hiszen ha ezek a programok a tudatalattiban vannak, még csak arra sincs esélyünk, hogy tudomást szerezzünk a hibák forrásáról, mondtam meglepetten. Felfedezni őket valóban rendkívül nehéz, csak nem lehetetlen. Megszabadulni tőlük egyszerűbb, mint gondolnád. Hogyan lehetséges ez? Minden mentális programunk újabb programokra cserélhető vagy felülírható. Az új mentális program telepítése ugyanazzal a módszerrel történik, mint az eredeti program telepítése, ha már a számítógépek világában használt terminológia szerint fogalmazunk, azaz ismétlés által. Lehet például hallgatni egy audio kazettára felvett szöveget, ami a pozitív gondolatokat vagy a kívánt eredményt ismétli, és a többit rá lehet bízni a tudatalattira. Hasonló eredményt különböző meditációs technikákkal is el lehet érni. Az ilyen módszert egyesek agymosásnak hívják, jegyeztem meg némi éllel. Lehet, hogy igazuk van. Az ember rendszeresen fürdik, és ruháit is rendszeresen kimossa. Vajon téves dolog lenne kimostni a tudatodból azokat a mentális programokat, amik nehézséget okoznak számodra? Ezt nem is kell másra bíznod. Magad is elvégezheted, feltéve, hogy már tudatában vagy a kívánt eredménynek. Egész életünket és jövőnket megváltoztathatjuk csupán azáltal, hogy nagyobb teret biztosítunk a pozitív, építő és szeretetteljes gondolataink számára. Ezeket ismételjük, ezekkel programozzuk át tudatalattinkat. Megpróbáltam visszaemlékezni életem meghatározó eseményeire. Valóban sok volt az olyan, ahol nyilvánvaló összefüggést találtam az eseményt megelőző gondolataim és maga az esemény között. Másrészt legalább annyi olyan eseményt tudtam volna felsorolni, ami egyáltalán nem az én elgondolásom szerint alakult, és voltak dolgok, amikben hittem, amiket reméltem, de mégsem valósultak meg. A kételkedés ördöge hihetetlen erővel furakodott be a tudatomba. Miért nem működik ez minden esetben? Az emberiség jelenlegi fejlődési szintjén gondolataink és hitünk, Rendszerint nincs összhangban az univerzum belső törvényeivel. Ezek a törvények olyanok, mint a fizika törvényei. Minden emberre érvényesek, függetlenül attól, hogy ki mit hisz. Ha olyan valamit szeretnénk elérni, ami az univerzum belső törvényeivel ellentétben van, a kívánt hatás elmarad. Honnan tudhatom, hogy amit gondolok vagy hiszek, összhangban van-e az univerzum törvényeivel? Milyen módon szerezhetek tudomást arról, hogy amit szeretnék, az esetleg lehetetlen? Neked? Persze nem csak neked, hanem minden embernek kettős természeted van. Egyrészt emberi vagy, másrészt isteni. Emberi tudatod lehet, hogy még nem tud különbséget tenni, de isteni tudatod képes erre. – Ez olyan lehet, mint a tudathasadás – mondtam. – Olyan, mintha egy szemében két személy volnék, és képes volnék konfliktust teremteni a kettő között anélkül, hogy ennek tudatában lennék. – Így is lehetne mondani – válaszolt a tanítom nevetve. – De talán könnyebben megérted, ha többet tudsz az alacsonyabb és a magasabb rendű érről. Az ego és a felsőbbrendű én A minden tudó én sohasem született és meghalni sem fog. Az én okon és okozaton túl örök és időtlen. Amikor a test meghal, az én nem hal meg. Ha a gyilkos azt hiszi, hogy ölhet, és az áldozat azt hiszi, hogy őt meg lehet ölni, egyikük sem ismeri az igazságot az örök én nem öl, és soha meg nem ölhető. Upanishadok időszámításunk előtt 800. Minden élet forrása az isteni fény, ami tudatában van saját létének. Az ezoterikus tanítás szerint mindez két szóban foglalható össze. Én vagyok. Mindannyian a fény gyermekei vagyunk, a központi forrásból született isteni szikrák. Az elsődleges forrásból kialakult másodlagos fényforrások vagyunk, és van egy másodlagos léttudatunk, azaz mindannyian tudatában vagyunk saját létünknek. Ebben nincs semmi különös, hiszen az atya képére és hasonlatosságára teremtettünk. Ez a tudatos másodlagos fényforrás az ego. Ez az emberek azon összetevője, ami így gondolkodik. Én létezem, és azt tehetek, amit akarok, mondta tanítom. Eddig rendben is volna, válaszoltam. Én az univerzum része vagyok, de mi módon kerülhetek én konfliktusba önmagammal? Ez a probléma csak akkor jelentkezik, ha az egó megszakítja a tudatos kapcsolatot a központi forrással vagy Istennel. Minden problémádat, minden nehézségedet és minden szenvedésedet ennek köszönheted. Az egónak alárendelt gondolatokból és cselekedetekből származó hatalomvágy, önzés és félelem ráveszi az egyént, hogy testvérei ellen, tehát gyakorlatilag az egység ellen forduljon. Képzeld el magad, mint egy élő szervezetnek egyetlen parányi sejtjét. Mindaddig, amíg az Egységes Egész szolgálatában állsz, részed van mindazon lehetőségekben, amikkel az Egységes Egész rendelkezik. Abban a pillanatban, amint önző módon az Egység ellen fordulsz, hatalmas erőket ébresztesz fel, amik mind ugyanabban az irányban hatnak. Megpróbálnak rávenni, hogy visszatérje a kiegyensúlyozott egészség állapotába. Ugyanilyen belső harc dúl a te egód és a felsőbbrendű isteni énet között. Az olyan egó, ami teljesen megfeledkezett isteni eredetéről, a legváratlanabb pillanatban is szerezhet meglepetést. Azt mesélik, egy tudós felfedezte, hogyan lehet önmagát úgy reprodukálnia, hogy lehetetlen legyen az eredetit megkülönböztetni a másolattól. Még egy mese gondoltam magamban. Habár ha a klónozás tudományos eredményeire gondolunk, ki tudja. Egy nap meghallotta, hogy a halál angyala őt keresi, ezért gyorsan készített egy tucat másolatot magáról. Az angyal össze is zavarodott, mert nem tudta, hogy az előtte lévő tizenhárom lényből melyik a tudós. Ezért aztán ott is hagyta őket, és visszatért az égbe. Azonban ismervén az emberi természetet, az angyal hamarosan kitalált egy okos módot a kiválasztásra. Azt mondta. Uram, ön egy zseni, hogy ennyire tökéletes másolatokat tudott készíteni önmagáról. Hanem én mégis felfedeztem egy kis hibát a munkájában. Csak egy icipicit. A tudós azonnal talpra ugrott, és így kiáltott. Lehetetlen, hol van a hiba? Pont itt. Mondta az angyal, azzal elkapta a tudóst a másolatok közül, és magával vitte. Anthony de menő szárnyalás. Azon gondolkoztam, hogy ezek szerint az egó végső soron valami negatív dolog lehet, amitől legjobb lenne megszabadulni. Kedves tanító, mintha gondolataimban olvasna így folytatta. Azért az egót nem kell rossznak vagy negatívnak tekinteni, hiszen a fejlődés lehetetlen volna az egó nélkül. Nos, ha jól értem, akkor az ego az alacsonyabb rendű énem, ami elvesztette az Istennel való kapcsolatot. A felsőbb rendű énem pedig ugyancsak az egó, de egy olyan egó, ami a központi forrás létének tudatára ébredt. Talán így is lehetne nézni, de a valóságban az úgynevezett alacsonyabb rendű én a felsőbb rendű énnek csak egy kis része. Felsőbb rendű éned egy isteni szikra, ami a szívedben van, és ez a szikra mindig tudatában van az egységnek.